Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm építészeti és épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta általános építőipari Kft., az Ibül tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cég értékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovig Állaktív SRL. A műsor támogatója VLG kábelkereskedelmi Kft. Köszöntöm nézőinket, önök a Foci és Sport című műsort látják, ez az év utolsó adása, illetve lehet, hogyha valaki az ismétléskor nézi, akkor az év első adása, úgyhogy mi kikészítettünk egy kis italt az asztalra, itt ülünk Takács Tibivel, adásunk állandó szakértőjével, és a vendégünk Kós János, ugyanúgy, mint egy évvel ezelőtt, csak most magadba hívtunk, és nem Aracki Lacival, szeretettel köszöntelek benneteket. Mi is köszöntünk téged. Hasonlóképpen. És ő miért nem Aracki Lacival ül itt? Hát mert Aracki Lacit lelőtte nekem. Már nem. Nem csak azért. Nincs olyan magas széknap. Nem, hát egy kicsit újítani kell. Mivel szilveszter és a következő évben, ugye 2015-ben fogjuk ünnepelni Lacinak a 80. születésnapját. Gyerekek, azért vagy. És akkor te el fogod énekelni majd neki, hogy nem csak a 4x20 éveseké a világ. Igen. Elénekled neki? Igen. Hát mi rengeteget voltunk együtt meccsen, tudod. Együtt fociztunk a színészeknél, ugye. Nagyon jó futballista volt, és nagyon nagy fradista volt. Most már egy kicsikét lustácskább, egy kicsikét nem akarok. Kevesebbet jár meccsre? Igen, nem egy kevesebbet, egyáltalán nem jár meccsre. Ezt a izét felhagyja, nem tudom, hogy hívják ezt a... Igen. Nekem laptopot, nincs. Igen. Mi? Laptop. Laptop? Na hát, hogy miket tudok meg te? Érdemes 77 évesen. Nem, hát rengeteget jártunk mi együtt meccsre. Most inkább otthon nézi, gondolom, ezen a paplokon. Tudod? De... Hát tényleg ő is nagy fradista volt, és mai napig is az biztos vagyok benne. Amikor a szilveszteri adást készítettük elő Tibivel, tényleg rengeteget gondolkodtunk rajta, hogy milyen tematika szerint menjünk. Ugye a szilveszterben mindig kell egy kis humor. Az első rögtön azt mondta a Tibi, hogy hívjuk a Kós Janit, mert ő vele az egész évet végig lehet elemezni a maga módján. Ugye kicsit a kívülálló szemével, kicsit belülről, kicsit úgy, hogy a fradi szív ott legyen, és akkor teljesen természetes volt, hogy fogtuk magunkat, és lehet mondani, hogy az utolsó pillanatban, mert egyébként, ez bocsánatot kell, hogy kérjek, de tényleg az volt, hogy egy hónapja legalább azt mondtuk, hogy a Kós Jani. Hogy aztán miért így alakult, azt nem lehet tudni. Milyen volt szerinted ez az év egy fradista szemével a Ferencváros szempontjából? Na, egy jó kis fogós kérdés kaptam. Tehát annyiból mindenképpen pozitív, hogy egy gyönyörű stadion lett. De tényleg. Az nagyon jó. A futballal már vannak elvárásaim és vannak kritikáim. Nem túlságosan vagyok nagy szakember. Én csak 1944-től járok Fradi meccsre. Hát akkor abszolút úgy, nem vagy az, nem, igen. Nem vagyok, szóval én láttam ilyen csatársorokat játszani, hogy Budai Kocsis Deák, Mészáros Szibor. Hát, hol van a mostaniak? És az egyik legjobb barátom a mai napig is a Rudas Feri, akivel nem szabad menni sétálni, vigyáz, 93 éves, úgy megy, mint a motorkerékpár. Nem tud utolérni. Nem tud utolérni. Hát azért Vándor Kálmánról nem beszélve, aki újságíró, és aki szintén szereti a Fradit, és akkor hát az, avval meg aztán nem is lehet elmenni sehova. Mondom, hogy állj már meg a franc, egyen meg! Hova rohansz? De, hogy mondjam, szóval a Fradi, arra csak egy szó van. A Fradi. Szóval nekem nagyon jó barátom volt a Bene Feri, akivel együtt teniszeztem, akivel, hogyha
párosban együtt voltunk, akkor mondtam neki, lilafehér barátom, ezeket most agyonverjük. A másik oldalon volt, ide figyelj, te rohadt mocskos lilafehér, most szét foglak tépni. És mindig jó barátok voltunk, és jó barátom voltam Mészőikor. És rengeteg helyről olyan futballisták, akiknek semmi közük nem volt, vagy legalábbis a Fradi ellen futballoztak mindig. De hogy a Fradiban szerettek volna játszani? Mindenki ott szeretett volna játszani, de hát ugye egy csapatban csak 11 játékos van. És akkor nem lett volna ellenfél. Hát akkor ki kerül be? Képzeld, de hogyha Bene is a Fradiban játszott volna, tényleg, hát még Bene Feri egy emblematikus figurája volt az Újpestnek. Hát ő volt a fő ellenség, idézőjelbe teszem, tehát a Benét kellett kiiktatni, a Benére kellett odafigyelni, hát fantasztikus volt. De ha ültünk és teniszeztünk, vagy beszélgettünk, akkor nem volt ellenség. Hát persze, akkor haver volt. Szép, magas ember volt, eddig ért nekem. És akkor, mert szevasz, Felko, hogy vagy, jó vagy, igen, és mikor teniszeztünk, ezt most elmondhatom, a feleségem biztos nem fogja látni, hogy mikor teniszeztünk, akkor a Pézügyő pályán kivittünk egy kancsó fehér bort, és letettük a hálóhoz. Nem málnát, nem kólát, de mondtuk, hogy mi normálisak vagyunk, hanem egy kancsó fehér bort. És akkor minden szett után oda mentünk, és akkor szevasz te! Vagy szervusz te! És akkor belekortyoltunk. Egyikötök így nézett, a másik úgy nézett. Egyébként Feriben is ugyanilyen indulatok voltak, és ugyanilyen érzelmek, mint benne, tehát partner volt erre? Ő aranyos volt. Ő aranyos volt. Én egyszer kérdezem tőle, hogy mondom, te soha nem mész nyaralni? Azt mondja, de most fogok elmenni egy hétre majd nyaralni. És elment tényleg egy hétre a feleségével nyaralni, és akkor én vettem a fáradtságot, és felbéreltem egy szobafestőt, aki a lakásának a külső részét zöld-fehérre lefestette. Soha semmi baj nem volt. Soha. Hát a Mészőjjel, ugye? Hát ha most is találkozom, és megöleljük egymást, és mindig jó viszony, és most borzasztóan drukkolunk a Buzánszkiért. Igen. Nem tudom, mikor lemegy ez az adás, hogy milyen állapotban lesz, de tényleg, mert egy fantasztikus futballista volt. Igen. És olyan meccseken voltam ott, Perecesen, amikor a Fradi Perecesen játszott, 3-0-ra vezetett a Pereces, és egy lövésnél összedőlt a kapufa. És ez volt, de a Pereces vezetett, és ez volt a mázlé a Fradinak, hogy meg kellett ismételni a meccset Mezőkövesden, és akkor már mi jutottunk tovább. Mert az a meccs félbe szagadt. Igen. Ez volt egyébként az egyik témája, nem olyan rég, amikor a Kocsis emléktábla avatására került sor. Akkor utána beültek az öreg fékre, talán a nézők is láttak egy összeállítást. Ott voltam. Igen, és ott össze is vesztetek, nem tudom kivel, illetve vitatkoztatok Rudas Ferivel. Nem összevesztek, csak vélemény különbség volt. Élik vitát folytattatok. Ő nem jól emlékezett. Precizitás kérdés. Ő nem jól emlékezett az eredményre. Igen. Pedig ő játszott azon a meccsen, de nem jól emlékezett az eredményre. Mert ugye az ember valaki elhagyja a 90. évet, én nagyon szeretném, ha elhagynám, és lennék 94 éves, és itt ülnék, és te lennél 92. És akkor kérdeznék tőlem, hogy Jancsi, Júli, emlékszel arra, hogy ki mondta meg, hogy igen, emlékszem. Hát reméljük, hogy meg fogjuk érni azt a kort. Nagyon. Egyébként ezt még sose kérdeztem meg tőled, de tényleg most Jani is olyan, mint egy lexikon. Te meg olyan vagy, mint két lexikon. Én mindig azt szoktam mondani, ugye, hogy én nem értek egyáltalán a sporthoz, meg a focihoz. De kérdezni tudok. Anyukámtól örököltem. Az, hogy mindig olyankor teszek föl kérdést, és úgy, mint hogy nézek ki, hogy mit, hogyha értenék hozzá, és mit, hogyha tisztában lennék bizonyos eseményekkel. De valaki még kérdezni, tudok, a baj. Viszont Tibi itt van, és tényleg fújja az összes... Hát ő egy lexikon. Igen, az összes tényadatot és alátudtámad, nem csak fociban, hanem minden egyébben.
És közben meg elképesztő, mennyi dolgozol. Te neked mikor van időd arra, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzál? Hát nekem 26 órából áll egy nap, és hát úgy foglalkozom vele, hogy az információk áramlanak. Két fülem van, két szemem van, igaz, hogy egy szám, de beszélni nem kell, csak az információkat gyűjteni. Antennál. És akkor beteszed ugye az inputba, igen. Beszélni azért. Elkezd beszélni, és akkor két perc után kéne szólni, hogy most le kéne. Mert egyébként hihetetlen, hogy tehát nem sokszor van az, hogy elkezd, és fogalmam sem sincsen, hogy fog kikeveredni belőle, és tökéletesen végig mondja, hogy az két perc, három perc, vagy öt perc, vagy tíz, a vége kerek és egész. Egyébként erre, hol készültél föl ezekre a fajta, úgymond beszédekre? Ezekre nem készültem föl, ez adódott, mert még fiatalabb koromban volt, amikor egy-két beszédre fölkértek, és leírták nekem, hogy mit kell. És olyan borzalmas volt, hogy nem tudtam szuggesztív lenni. Olvastam a szöveget, és a szöveg olvasása közben voltak olyan reakciók, amit tényleg nem tudtam hova tenni. Adott esetben egy esemény alkalmából az lehet egy boldog történet, meg lehet adott esetben egy gyászbeszéd. Vannak előttem szólók. És hogyha nekem ugyanazt kell felolvasni, hogy előttem elmondtak, na borzasztó. Tehát én nem tudok olvasni, vagy legalábbis sikertelenül. Nem tudsz olvasni? Beszédet nem tudok olvasni. Kötött szöveget, igen. Csak úgy, hogy ott improvizálok. Nekem nem megy másként. Kötött szöveget nem tudok. Ott jut eszembe, még a mondat elején nem tudom, ahogy mondtad, hogy nem tudom, hogy mi lesz a vége. Ami ott eszembe jut, ami ott lecsapódik, emlékek, arról. Na jó, de... Miből származik? Abból származik, hogy a nagybátyám színész volt, aki 20 évvel idősebb volt nálam, és ugye versmondásra készült, gyakorlatilag én voltam 2-3-4 éves, és akkor gyakorlatilag az ember tragédiáját úgy mondta el, ugye versként, hanem minden szerepet, Ádám, Évát, Lucifert minden színben, és én hallottam, és szívódott belém, de tudat alatt, nem is tudom, hogy mi történt, és akkor többek között ugye a verszibárdokat is mondta, és akkor tényleg nem tudtam olvasni, de a verszibárdokat tudtam. 4 éves koromban a Gyöngyösi téren egy május elsői ünnepségre kivittek, és mondták, hogy gyerekek vannak ott, majális van, akkor mindenki mondja valami verset. Megy az egyik gyerek, megy a másik gyerek, mondták, anyám tyúkja, akkor kezdve mindenik, bezárólag, és akkor hát van-e még valaki, aki tud egy verset? Nem láttak senkit, és mondták, de ott jön az a pici. Nem akartam menni, de édesanyám tuszkolt, hogy menjek ki. Hát kimentem. Na azt mondja, a kisfiam azt mondja, mit fogsz előadni? Hát mondta, verszibárdokat. Nézték. Elmondtam a verszibárdokat akkor, és utána... Hány éves voltál? Négy éves voltam, és utána pedig hát gyakorlatilag éveken keresztül szavaló versenyeket nyertem, de a nagybátyámat követve a család beszélt rá róla, hogy színész legyek. Mert voltak ilyen ambícióid? Voltak, hogyne, igen. Édesapám orvos volt, ugye a nagyapám szeretett írni, ő volt József Attila felfedezője, és közben, ugye, amikor kérdeztük, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor mondtam, hogy hát nem hazudtolhatom meg senkit, nappal orvos, este színész és éjjel költő. Úgyhogy ez volt, de aztán lebeszéltek róla, tehát ezt próbáltam követni. Nagyon jóban voltam a nagybátyámmal, sajnos az élete kicsit félre sikerült, mert amikor még főiskolás korában hívták be a stúdióba, akkor hát nem biztos, hogy hazament, hanem ugye nagy hát évfolyamtársa volt, hogy a Raksányi Gellértől kezdve Kállai Ferenc és a többiek, tehát ebben az évfolyamban járt. És hát elvitték, de nem tudta, hogy hol a határ. Úgyhogy aztán azért is nem lett ismert színész, pedig Nemzeti Színházban őt egyedül vették abban az évfolyamból rögtön ki, csak hát valami miatt a próbákra sem mindig tudott ott elmenni. Aztán lehet, hogy túl tovább, lett. És akkor pontosan azt mondták, hogy ne, ezt a gyereket ne adjuk színésznek. De ezek belém ragadtak. Igen, hát
Az élet érdekes dolgokat tud produkálni. Most gondoljátok el, hogy mikor ezt a műsort most fölveszik, akkor odajött hozzám ma reggel az unokám. Én nagyon jól rajzoltam. Sokkal jobban rajzoltam, mint énekeltem, meg zenéltem, meg nagyon jól rajzoltam. És gyerekkoromban voltak ilyen újságok, hogy Ludas Matyi, Pestézi, Szabadszáj, ezek voltak, és az egyik ilyen újságban volt egy sorozat a Piszkos Fedről karikatúrába. És hát megőrültem tőle. És én gyerekkoromban megvásároltam, és szépen raktam egy kész. És most múltkorában láttam, hogy az egyik lap, nem akarom mondani melyik, mindegy, egyik lap a Piszkos Freddet az eredeti rajzba, azt hiszem Korsmáros rajzolta, az egész regényt meg összegyűjtöttem ilyen nagy izébe. És a unokámnak megmutattam. Ez volt tavaly. Megmutattam, mondom, ez a Piszkos Fred, tudod, ez a Rejtő Jenő bácsi írta, és akkor ez nagyon jó, és nézte, igen, igen. Ma jött hozzánk. Hány éves az unokád? 11. 11. Belevaló már. Mi lesz a Piszkos Freddel? Megkapom majd? Mert az egész regényt, amit kiadott ez az újság, meg összegyűjtöttem, most muszáj ezt beköttessem, az unokámnak odaadjam, mert nekem, remélem, hogy neki is olyan élmény lesz, mint nekem volt a Rejtő Jenő, mert nagyon rossz tanuló voltam, illetve nagyon jó tanuló bizonyos részeknél, és egyszer jött be a magyar tanárnő, ezt már elmeséltem sokszor, de annyira jó a történet, gondolom én, hogy gyerekek, mindenki elolvasta a kötelező olvasmányt? Gimnazista voltam. Mondom, igen, elolvastuk. Mindenki mondta, igen, elolvastuk. Pisti, elolvastad a Kőszívű embert? Igen, elolvastad. Hogy tetszett? Tetszett, igen. Zoli, elolvastad? Igen, elolvastam én is. Rámutatott. Jancsi, elolvastad? Én nem olvastam még el. Miért nem olvastad el? Nem volt időm. Hogy nem volt időm? Mit csináltál? Olvastam. Olvastál? Mit olvastál? Mondom, Rejtő Jenőt, a Piszkos Fedet, azt mondja, ja, az más. Bocsánat, az mi? Mondta. Ez így jó. Azt mondja, ja, az más. Neked nagyon jó magyar tanár. És azóta is minden Rejtő Jenő sorozatot, először még gimnazista koromban a régi rendszerben megvettem, megvan mai napig is. Több kiadásban ezek szerint, nem? Az összes sorozat. Aztán megjelent a 80-as években, mind megvettem, ott van most az is, az összes. Aztán most megint megjelent, megvett ilyen vastagabban az összest. Mert nekem csak egy mondatom van az életben. Ha a humor meghal, akkor én is meghalok. És nekem Rejtő Jenő mindent. Visz. Igen. És a legnagyobb bajban a humor segít ki, amikor már és nem tudsz. És ne haragudjan őre, hogy elment senki Alfonzzal, mert evel is csak azt akarja bizonyítani, hogy téged szeret. Zseni. Egyébként tényleg zseni. Világ zseni. Igen. Egyébként én úgy tudom, hogy most a kötelező olvasmányok közé, középiskolai... Betették? Igen, bekerül. Már ideje volt. Végre helyére kerülnek a dolgok, hiszen... Ideje volt. Volt egy olyan zseni. Mert négyen ültek az asztalnál. Tudod? Mondjad. Egy angol gyalogos, egy francia légionista, egy amerikai pilóta, és egy orosz hússaláta. Ez az első mondata a regénynek. Hát ez az, ami miatt muszáj. Zseniális volt. Igen, egyébként. A kötelező olvasmányokról azért nekem mindig megvan a véleményem, mert
Az ember sajnos olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy a kötelező az mindig egy kicsit elriasztja valakit. Igen, a tiszta gyümölcs a legédesebb. Így van. Én annak idején, ha megengedik egy mondatot ezzel kapcsolatban, aztán tényleg... Itt a helyen. Itt a helyen. Tényleg menjünk tovább, csak annyit, hogy nekem volt olyan, amikor Jókait tanultuk, és ugye Jókainak a regénye volt a kötelező, mégis mozog. Persze, mégis mozog. Epurszimon. És akkor megmondták, hogy ez a feladat. Következő volt, bementem a könyvtárba, kérdeztem, hogy Jókai regények vannak-e? Vannak. Mondom, akkor mindent szeretnék kivenni, egy kivétellel. Mindegyiket végigolvastam, a kötelezőt nem. Utána a lelkiismeretem már ugye érettségi után, a lelkiismeretem már fölébredt, és utólag elolvastam azt is. De jó. Ez gyönyörű történet. Igen. Egyébként ez mennyire tanúságos, hogy hogyan lehet a gyerekeket rávezetni valamire, vagy elriasztani valamitől. Tényleg egyébként ez a kötelező olvasmány. Igen, tehát képzeld el, hogy a múltkor olvastam egy világ felmérésbe, hogy melyik az a regény, amit az egész világon, tehát Japántól kezdve Dél-Afrikáig, minden, az egész világon a legtöbb ember elolvasott. Melyik? Csak mondj egy regényt, na. Pillangó. Jó, te? Magyar regény kellett, hogy legyen? Nem, a világon. Összes regények, melyik volt az a regény, amit a legis legtöbben elő, de ennyire többen, a következő már csak ennyien. Nem mernék tippelni. Valamit, mondj egy könyvet. Amit szeretsz. Hát, nagyon sokat szeretek természetesen. Hát mondjuk egy Jókait, amit megszerettem. Ne, hát ezt nem olvassák a világon. A világon nem olvassák. Világon nem. Azért Dél-Afrika, meg, szóval az egész világon összehozták a megkérdezetteket, és mindenki szavazott, hogy melyik volt az a regény, amit az egész világon az emberiség legtöbb, hát legtöbb nyelvére lefordították, és legtöbben elolvasták. Hát nem. Valószínűleg, hogy angol írótól származott, nem? Mondom. Na mondjad. Don Quixote. Nem mondod. De. Olvastad? Hát hogyne. Olvastad? Hát hogyne. Igen. Én hogyne. Olvastam. Cervantes. Cervantes, Don Quixote. Don Quixote, Dulcinea, Sancho Panza. Sancho Panza. Nem mondod. Erre nem gondoltam volna. Na látod. Pedig hát nem is egyszer olvastam. Na látod. Erre nem gondoltam. Hihetetlen. Na, ugye? Egyébként most tényleg az jutott volna az eszembe a második, hogy lehet, hogy valamelyik rejtőkönyv lett volna, mert egyébként nem. A rejtő egyébként más nyelven ugyanilyen jó lenne szerinted? Vagy a magyar nyelvnek én a finomsága? Én mindig azt szoktam mondani, hogy a rejtőnek egy pekje volt, hogy magyarnak született, már bocsánatot kérek, hogy ilyet mondok. Igen. És nem mondjuk sok francia. Sok mindenkire mondjuk egyébként. Ezt mondtuk volna a kabosra is, ugye? Igen, hogy nem franciának született, mondjuk rejtő. Igen. Meg gondolod, ha francia vagy angolnak születik, és írja ezeket a regényeket orba, szájba. Igen. Az egész világ olvasó, és röhög át. Hogy lehet ilyet, hogy és ne haragudj a nőre, hogy elment senki Alfonzzal, mert ebből is azt akarja bizonyítani, hogy téged szeret. Ilyet nem lehet kitalálni. Gyönyörű. Nem? Csak Zseni. Így van, de a magyar nyelv is olyan, tehát a magyar nyelv persze. Óriási lehetőséget ad a humor kifejezésére. Tehát ilyen szempontból mi azért attól függetlenül, hogy kevesen beszélnek a világon magyarul, de én úgy érzem, hogy előnyös hát a helyzetben. A legszínesebb nyelvezetén szerintem. Nem is tudom, hogy van-e még másik kinek a nyelv. Kinek a, nézzük meg egy csomó idegen verset, már idegen alatt külföldi írótól, költőtől származó verset. Milyen csodálatos magyar fordítások vannak. Ugye egyesek azt mondják, hogy a világ irodalom legszebb verse Edgar Allan Poe-nak a Hollója. És akkor utána annak idején volt egy beszéd, és akkor igen, nem magyar volt, de Tóth Árpád fordításában a legszebb. Igen. Ugye Kosztolányi is fordította a Tóth Árpád, gyönyörű. Például ott van Shakespeare Hamlet című regénye,
vagy most színdarabja, Arany János fordítása. És megtörtént, egyszer Londonban kint voltam, és ott volt plakáton, hogy Arany János fordítását visszafordították angol nyelvre, és azt adta elő Londonban a színház. Érdekes. Hát, hogy elmentünk? Hova jutottunk? Igen. Hova jutottunk? Nem most bajos. A logikai szálát érdekes, ahogy végigvisszük. Onnantól kezdve, hogy egyébként visszatérve az előbb, ugye mondtad, hogy kiálltál a színpadra 4 évesen, igen, és elmondtad a velszibárdokat. Nekem az jutott az eszembe, hogy mennyire érdekes, hogy egy gyerek mit szív föl magába, és mit lát magába. Zoli fiam elsőbe akartuk zeneibe beíratni. Hát ugye apukája is zenész, én sem álltam túl messze a zenésztől, jól zongorázott már 5 évesen. És mentünk énekfelvételire. Mentünk volna, ha nekünk nem lett óra, éppen a Karcsival, a férjemmel fellépésünk. Hát kiviszi a gyereket felvételizni, a nagymama. Nálunk szegény anyám vitt mindenhova mindent, mert mi sosem voltunk ott. Gondolom, a gyerekeid ugyanígy nőttek föl, hogy ti mentetek, és aztán cseperedtek. Na és akkor mondták, hogy hát, ugye tudták, oda jártunk abba a zenei általánosba, oda jártak a Fekete Gyuláék, oda járt egy Köteg zenész, Szűcs Utka, stb. Egy nagyon híres zenei általános volt. Ugye név Köterez, ugye megjött a Gyarmati Zolika. És mondták, Zolika énekelje valamit. Zolikám, nem tudom, hogy miért, az Érika szőlőt választotta, és nem is volt egy énekes pacsirta típus, és elkezd, hogy Érika szőlő, hát szegény tanárok meghallotta. Úristen, hát a gyereknek semmi hallása az ég adta a világon, miért akarják a szülők zeneibe hozni? Hát ott néztek, összenéztek, mondták, hogy hát nagymama, nem igen kéne zeneibe hozni a gyereket, mert hát énekelni azt nem nagyon tud. És a Zoli meglátott a sorokba egy zongorát, és mondta, hogy zongorázni, zongorázhatok? Egyet. És mondta, hogy zongorázni. És leült szépen, és eljátszott a Mozartnak a G-dur menüettjét hibátlanul, és akkor leesett mindenkinek az alatt, tudik, a gyereknek abszolút hallása volt, már akkor nem tudom én hány darabot tökéletesen eljátszott, és hát ugye mit látott a szülőktől, vagy mit hallott? Most ez jutott az eszembe, amikor mondtad, hogy nálad a nagybátyát. Hát nem tudom, hogy hogyan kanyarodtunk ide, de ez most jól esett, hogy így szülőt. Egyébként kedves vendégünk Janiról is el lehet mondani, hogy olyan sokoldalú, hogy hihetetlen. De tényleg mi nagyon, akartál lenni gyerekkorodban? Nagyon. Mi? Mi akartál lenni gyerekkorodban? Bocs. Ja? Én csak klasszikus zenész akartam lenni. Mikor elkezdődött az iskola, akkor egyszer csak mondták, hogy Miskolcon, mert mi Erdélybe jöttünk át, hogy holnap lesznek a felvételik a szakiskolába. Jó, hát akkor elmentem. Elmentem, és ott egy csomó gyerek volt, az egyik az, hogy tégedek, gyakoroltak ott kint a öltözőbe, a másik tégedek. Én meg... Szólítottak, bementem, és a zeneiskolának, a zenekonzervatóriumnak a színpadán ott volt egy hosszú asztal, és ott álltak fenn a talárok. Na, akkor milyen hangszeren játszol? Nem tudok semmilyen hangszeren. De az akkor miért érted ide, mit akkor szeretnék zenész lenni? Tudsz énekelni? Hát azt igen, de azt hiszem, hogy tudok, igen. Na akkor énekeljél. És elénekeltem a Bánkbából a Hazám Hazámot. És így néztek, és ott volt a fenn a tanárok között egy sváb kürtanár, ilyen rövid bőrnadrágba ebbe a izébe, ez az igazi sváb. Ott ült így fent, 120 kilójával, így. Zenész akarsz lenni? Mikor befejeztem a dalt, mondom, igen, szeretnék. Na jó van, akkor fel vagy véve, obol. Kimentem, mentem haza, és mondtam anyámnak, hogy mama, fölvettek a zenekonzervatóriumba. Oboista leszek. Azt mondja, az mi? Mondom, mit tudom én?
Tényleg nem tudtam. Gyönyörű. Nem tudtam, fogalmam nem volt. És aztán, amikor elkezdődött a tanév, akkor mentem, és akkor ismertem meg, hogy az obor az ilyen hosszú, mint a klarinét, csak kis nád van vala, és akkor tégetek. És hát borzasztóan szorgalmas voltam, ami nem jellemző rám annyira, de akkor nagyon szorgalmas, 4-5 órákat gyakoroltam naponta. Aztán a Miskolcon annyira jól ment már ez az obázás, hogy a Miskolci Színházba, a Trubadurba és a Kamara Színházba, a Szöktetés a Szerályban már én fújtam első obát. És, ha elmondom azt, hogy ki volt a karmester, no. Lukács Ervin, aki most sajnos elment, elbúcsúztunk tőle, Lukács Ervin volt, és ment, vágtam mind a répát, és engem nem érdekelt, napi 5-6 órát ültem benne, és akkor kerültem föl, mikor leérettségiztem, nem merem kimondani, 57-ben, a zenegimnáziumban, akkor a gimnáziumnak, a gimnázium osztálynak a 60%-a diszidált, mert volt az 56-os esemény, és akkor mindenki mehetett nyugodtan, és nem volt olyan nehéz dolguk, mint egy orvostanhallgatónak, mert kiment a zenész, kitették a kottát, és mindenki. Az osztálynak a 60%-a New York-i filharmonikusok, londoniek, itt el, és én valahogy fölkerültem Pestre, mert telefonált a obótanárom, hogy a pénzügyi művészegyüttesbe oboistát keresnek. Ültem vonatra, szépen feljöttem, rögtön fölvettek, és hát borzasztóan szép 3 évet töltöttem el ott, de tényleg olyan 3 évet töltöttem el ott, hogy fantasztikus volt, mert hát nem tömtöttem, hanem Mozartokat, Beethoveneket, ilyeneket játszottunk állandóan. És nekem szerencsém volt, mert amikor mentünk, a zenekar ment május 1-én felvonulni, nekem nem kellett menni, mert az obó az nem volt menethangszer, tudom, ilyen kis nád van, és ahol nem lehetett menni, tudod. És én mindig ott álltam a Dozsai gyűjtőn, és integettem nekik így. A rezeseknek. És pam, 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 és a főnökök ott álltak fönn a tribünen, és egyszer mondták, hogy kell menni Pécsre. Ezt már sokszor elmeséltem, de olyan jó a történet. Pécsre meghalt valaki, egy pénzügyőr, és hát nekem is kell mennem. De előtte mondták, hogy a Real Madrid jön a stadionba. A pénzügyőr zenekart kérték föl, hogy játszom kint. És mondtam, jaj, de jó, ott fogok lennállni én. Nem fogsz ott állni, te rohadék. Mert mikor kellett menni a Dózsa György úton, te csak integettél nekünk. Te nem fogsz ott állni. Mi ott fogunk állni. Mondom, százados sertársnak jelentem, megtanulok cintányírozni. Igen? Jó. Kaptam egy kis kottát, ilyen kis kotta volt, ezt ki kellett hajtani szépen, és kaptam egy cintányit a kincstárból, és gyakoroltam fönn a nőtlen körletbe, hogy ott vágtam mind a répát napokig, aztán kimentünk a stadionba. Ez a 2-0-ás meccs a Vasas ellen? Így van. Mentünk ki, egy hangot nem játszott a zenekar, de ettől a perctől kezdve minden felvonulásra kellett menjek cintányírozni. Na, amikor jött, hogy Zalaegerszegen meghalt a pénzügyi parancsnok, és le kell menni ilyenkor eljátszani a himnuszt, abban egy cintányírtés van. Igen.
Jó van. Gyerekek, erről van egy annyira édes... Várj, hadd mondjam ezt gyorsan. Jó, történet. És akkor lementünk. Meccsen nem kellett játszani, de trapezze kezem mindig kellett játszak már, mint cintányéros. A temetésen ott álltam. A cintányéros, meg a pergődobos, meg a nagydobos, az mindig leghátul áll. És hát nem láttam rendesen, és fölálltam egy ilyen sírkőre. És ott én, és meghalt, és elment, és búcsúzunk, és ment a himnusz. És a cintányot, hogy össze akartam ütni, beakadt itt a szíjamba, kirántottam, kiesett a kezemből, elrepült, rá egy sírra, és egy negyed óráig kínos. Semmit nem mondott a százalos zsertárs. Két hónap zárka. És leültem. Nem olyan zárka, laktanyagokság. Hogy az jutott az eszembe, hogy egy nagyon édes zenész vicc, ugye, ahogy említette Jani, hogy a himnuszban egyetlen egy cintányi rüggés van. Van csak. És falu szélén, május 1-i ünnepség, a rezes banda játssza a himnuszt. Mire, ugye áll a cintányíros, és borzasztóan feszülten figyeli azt az egy pillanatot, amikor el kell ütni azt az egy taktust, és buzgalmába csinált egy ilyet, meg egy ilyet, mire megszólal mellette a Dózsa. Mi van, bajtás? Muzsikálunk? 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 Hát nekem rengeteg ilyen sztorim van, nem akarom itt most mondani ezt, mert én gimnáziumban egy cigány gyerek kerültem egy padba. Buri Jenő, világzseni volt. Mikor leérettségiztünk, ő rögtön diszidált, mert az mindenki diszidált az osztályból. Milyen zenész volt? Milyen hangszeres? A világon az egyetlen roma volt, aki nem hegedült, nem bőgőzött, nem brácsázott, nem csellózott, nem cimbalmozott, nem... Milyen hangszeren játszott? Úgy sem fogod eltalálni. Fagottozott. Nem. Pozanozott. Roma. De pozanozott. Jó. Egy padba ültünk. Csókolok téged. Én úgy tudok beszélni a nyelvükön, ezért szeretnek engem, hogy ő Buri Jenő. Én voltam neki a bátyus, ő volt nekem a tesó. Csókolok, tesó, jól vagy? Jó vagyok, bátyus, gyere, menjük, és így beszélgetünk éjjel-nappal. Érettségi. Ugye kicsikét olyan nehézkes volt az érettségi. Milyen finoman fejezte ki magát. Kicsit nehézkes volt az érettségi. Második gimnáziumban, egy padban ültünk mindig. Második gimnáziumban megbuktat a koroszból. Egyet kell tudni, hogy csak egy nyelven beszélek, oroszul. Se németül, se angolul, semmilyen nyelv. Csak oroszul beszélek, mai napig is. Megbuktattak oroszból, és mentem szeptember elején a pótvizsgára, és mentem keresztül ott a téren, ahol futballoztak. Hová mész? Mondom, megyek, mert oroszból megbuktattak, mondom, most van lesz a pótvizsga. Hánykor? Mondom, 11-kor. Hát te hülye vagy? Hát 9 óra van. Gyere focizni. Ja, tényleg. És akkor... De ez a tabuli ilyen. Ez volt 50-es években. Levettem a cipőmet, hogy ne piszkoljam össze, letettem a két kapuhoz, és rúgtuk a röndlabdát, ahogy ez volt akkor, amitől lettek jó futballisták. Rúgtuk a labdát, elmentem a pótvizsgára, megbuktattak. Nem mentem el a pótvizsgára, mert este 8-ig velük játszottam. Másnap reggel elmentem a pótvizsgára, és mondom, jöttem a pótvizsgára, tennap kellett volna jönni. Osztályismétlés. Na jó, hát mindegy. Rögtön lementem Miskolcon a cigány negyedbe, a Buri Jenőhöz. Mondom, csókolok, tesókám, de haragudjál, idén már nem fogunk egy padba ülni. Miért, bátyus? Mondom, mert tennap kellett volna menjek pótvizsgára, ma mentem, azt mondták, hogy egy év ismétlés. Oda se szorjál neki, nekem hónap kéne mennem kémiából, menjen a faszom.
Direkt megbukott. Direkt megbukott. 5 évig egy padba ültünk. Mai napig is él Miskolcon. A legelegánsabb negyedben gyönyörű villája van, mert mikor leérettségiztünk, kiment, a New York-i filharmonikusoknál húzta, Svédországba, Münchenbe, zseniális. Néha, ha most felhívnám, ha bekapcsolnám, megőrülnétek, hogy jaj, szerbusz bátyus, jól vagyok itt. De édes. Édes, igen. Szóval a foci azért így is közbeszólt az életedbe. Hogy? A foci így is közbeszólt az életedbe. A foci az mindig közbeszólt. Megmondom neked miért. Voltak még sarkalatos pontok? Tessék? Voltak még ilyen sarkalatos pontjai? A focinak, amitől változott valahogy azért? Hát mert ugye ebbe 100%-osan a foci volt a hibás. Hát igen, hát te, én voltam múzeumester Miskolcon. Kicsit beszélgetünk, sok mindenki fog derülni. Miskolc-Tapolcán és a Diósgyőri várba, vár alatt a strandon voltam úszómester, mert az 50-es években ugye nyára, hát már ekkora gyerek voltam, ekkora vállakkal, érted, úsztam, vízipolloztam, minden. Hát, és nyáron 2 hónapig kaptunk egy szép fehér nadrágot, fehér köpenyt, és akkor ott a medence szélén egy széket, síppal, nem szabad beugrani úgy, hogy úszómester voltam. És mikor vége volt az esnek, ez nyáron volt csak természetesen, mikor vége volt a napnak, akkor mikor elmentek a vendégek, mindenki elment, akkor fogtuk ezeket a ágyakat, szépen egymásra raktuk, összeszedtük ilyen szúró izével a papírokat, ez volt a mi dolgunk, úszómesterek voltunk, és Diósgyőrben történt a vár alatt, most azt mondják, hogy gyönyörű lett, gyönyörűen megcsinálták, le fogok majd menni, megnézni, nagyon szép strand van, hideg vize van, és a úszómesternek mindig volt egy ilyen kis fülkéje. És ott benne volt, és fenn a szekrény tetején volt egy pacsirta rádió. Amit mikor ezek kimentek, kész, akkor én bekapcsoltam a pacsirta. Ez a pacsirta rádióba, a Petőfi rádiót kapcsoltuk be mindig, és az ment ki, hogy és mentek az akkori magyar slágerek. És mi mindig bementünk, mikor kiment mindenki, szépen megcsináltuk a dolgunkat kint, aztán leültünk, ott pihentünk, amíg átöltöztünk, bekapcsoltuk a rádiót. Itt a Szabad Európa Rádió, a Szabad Magyarország hangja, a 39-41-49 méteres rövid hollámon. A büdös kommunisták megint a magyar népet védelmezik, akkor lezártuk és mentünk el. Másnap megyünk ki, mi voltunk leghamarabb kint, ugye? Kinyitották a strandot, jöttek ki az emberek, és akkor jött a főnök, hogy kapcsoljuk be a rádiót, hogy szóljon. Jó. Bekapcsoltam, de akkor nem olyan rádiók voltak, hogy benyomtad, aztán rögtön szólt, kellett 8-9 perc, amíg bemelegedett. És szépen kijöttem, bekapcsoltam a Petőfit, gondoltam én, kijöttem, bezártam az ajtót, jöttem, és amikor kint már így leültem, ez csak hang. Itt a kommunisták, a Szabad Európa Rádió, a Szabad Európa, rohantam vissza. És jött a főnök, de nagyon rendes volt, mondta, hogy még egyszer ilyen előfordul, ki megőrül a barátok. Szóval ez volt, de a futball az mindig az első volt. Nézni is szeretted, szurkolni szerettél, és most mindig, is szeretsz. Mindig, te. És játszani is. A színészek, hát, újságíró meccs te, hát nélküled a... nem jöhetett volna létre. Mai magyar, azt mondom, itt vannak, itt nem van, amilyen nevek vannak, dzsudzsák, meg budzsák, meg kucsák, meg nagyon szeretem őket, hogy félretés nehézség. Soha nem fogják megtudni azt az érzést, hogy én ott álltam a kapuba, és 83 ezer ember ordított. Feltház, nem lett egy jegyet kapni. 83, ott ordított, és elvetődtem. Olyan képeim vannak, hogy így vetődök, a Flóri jön velem szembe, és a labda már bent van. De van olyan képem is, hogy vetődök, kezembe a labda, és a Flóri.
Mert a labda, a futball az egy fantasztikus találmány. De az egy fantasztikus találmány. Az, hogy felugrasz, jön a labda, és jó helyre fejeled. Jó helyre. És jön a labda, amit ma nem látok sajnos. Jön a labda 20 méterről, a játékos felteszi a lábát, és elpattan 30 méterre. És akkor jött a labda, feltette a lábát, és ott, odaragadt. És ott volt a labda. Így van. És akkor mindig kérdezt az ember, hogy mi a franc ragasztó van a labdán, vagy mi az Isten van? Nem tudom. Na, tudod, ez egy nagyon furcsa dolog, de nagyon elgondolkodtató, hogy voltam Rióba fesztiválon. Megnyertem a legjobb férfi előadó művészi díjat. A Copacabánán laktam középen a legelegánsabb szállodába. A legis legelegánsabba. Tőlem jobbra ott volt Krisztus. Fölmentem, lejöttem, minden volt. Tényleg, amit kértél, menj. És odajött a Pali, azt mondja, van valami kérdése? Hát mondom, igen, van. Ez volt azt hiszem hétfőn vagy kedden. Ha jól tudom, szerdán lesz a Maracanában a Flamengo Fluminense döntő. Szeretném megnézni. Jaj, hát viszont ne kérjen ilyet, arra két éve már nincs egy, miről beszél? 210 ember. Hát maga kérdezte, hogy mi a kérésem. Én ezt kértem. Két jegy kéne, mert itt van veletem Bágya András, és én, és oda azt megnézünk. Hát ne haragudjon, ez ne, sajnos. Na két nap múlva jött, és mondta azt, hogy a kegyetlen dolgok, amikor mentünk keresztül, de tudtunk szerezni két jegyet. Na jó. Hát kimentünk a Copacabánába. A díszpáholy... A díszpáholy egyikébe ültünk. Már az borzasztó volt, már a jó értelemben volt borzasztó, hogy úgy jöttek be a játékosok, hogy mikor jött a Flamengo először, a föld alól, mert ilyen izé van, úgy jönnek ki ott, nem ilyen ajtó jönnek ki, hanem itt van egy luk, meg itt van egy luk, és innen jön ki az egyik, a más. Most én csak halandzsázni fogok. A rekapártió ki van, szokolomiaszka? Jasz, 210 000 ember. Rokupántió szikonti erek a Porto de Flamengo. Unno. Reco Santo Piloparte. És innen kijött egy Pali, a Flamengónak a kapusa, beszaladt közbe, és egy negyed óráig őrjöngött a nép. Hát és azt mondja, Jani, csak oroszul tud. Hát kiválóan beszélsz portugálul. Várjál. Duo, creco patriotico lepo santo, santo licotesso. Jött ki a második Pali, őrjöngött. Na most ez egy másfél óra, ami a két csapat kijön. Igen. Várjál, utána kezdődik a meccs, amiből a világon semmit nem láttunk, mert mi a díszpáholyba öltünk, de felettünk volt egy nagy lelátó, ahonnan 40 milliárd konfetti zúdult a fejünkre, de nem a mi fejünkre, hanem előre, hogy minél semmit nem láttunk. Fantasztikus élmény volt. Fantasztikus élmény volt. Vége volt a meccsnek, jött értünk a kocsi, visszamentünk a Maracanába. Van még valami kérdés? Pénteken van, vagy szombaton van a repülőjegy. Ez volt azt hiszem szerdán, vagy sőt, mondom, egy nagy kérésem lenne. Nagyon kérem önöket. Most telefonáltak nekem, hogy nem vasárnap lesz a tévéfelvételem, a Magyar Televízióban, hanem szombaton. Tehát szeretnék elindulni pénteken.
Hú, azt mondja, na mindegy, hosszú izé után nagy nehezen elintézték, hogy pénteken indultam haza a következőképpen. Fölszálltam Rióba egy repülőre, és elmentem Afrikába. Ott átszálltam egy másik gépre, onnan fölmentünk Zürichbe. Zürichbe átszálltam, régen ez nagy dolog volt. Zürichbe átszálltam egy másik gépre, és megérkeztem Bécsbe. Most Bécsből kerékpárra hazajönnék, mert bérelnék egy kerékbe, igaz? Bécsbe. És nem tudtam, nem volt tovább csatlakozás, bementem a Malévhoz, és mondtam neki, hogy ma péntek este van, de ha valahogy haza kéne menjek, mert szombaton olyan tévéfelvételem van, hogy muszáj lesz. Könyörgöm, valahogy. Nincs azt mondja, nézze, van egy ilyen IL-18-as, egy ilyen afrikai nagy ember fog utazni, senki nem lesz a repülőn, ő ott fog ülni, maga a legutolsó sorba, ha leül, és nem szól semmit, csak így fog ülni, akkor ő azt fogja hinni, hogy maga egy ilyen közbiztonsági ember, és akkor haza fog érni szombaton 12:30 felé. Jó, nagyon szépen köszönöm. Kész. Megbeszéltük minden, felszálltam a repülőre, fölvittek, hátul leültem. Tényleg jött egy ilyen turbános ember, ott leült elől, senki nem szólt hozzá. Fölszálltunk. 1:30-kor Ferihegyen. Landoltunk, kijöttem a izéből, mélyeltem haza. Komló Ferencváros a Népstadionban. Ne nevessél, ezért jöttem haza. Ez volt az nagyon fontos tévéfelvétel. Ezért jöttem haza. Igen. Na, én csak ennyit szeretem. Óriási, de óriási élményed lehetett a Maracanában. De ha már azt veszük, akkor emlékezzünk meg itt együtt arról, hogy a Brazília világválogatott mérkőzés 1968-ban Maracanában volt, és 4 magyar volt a világválogatottban, abból 3 fradista. És Név szerint Albert Florian, Novák Dezső, Szűcs Lajos. És a negyedik volt a Farkas Jancsi, akit gondolom te is nagyon szerettél. Jó barátok volt a Florival is. És ezzel a mérkőzéssel ugye az óriási Brazília, aki mindent megnyert és otthon játszott, megverte ugyan a világválogatottat, de hát tudjuk azt, hogy a világválogatott az egy nem összeszokott csapat volt. Ennek ellenére 2-1 volt, és az egy gólt kiszerezte Flóri. És ott a Maracanában, és akkor mi nem volt? Te sem voltál ott, én sem. Tehát, micsoda óriási dolog lehet. Nekem a Flórival olyan kapcsolatom volt, hogy nem nekem köszönheti, csak én hoztam össze az Irénkével. A Farkas Jancsival nagyon jó kapcsolatban voltunk, mert ő se a tejet szerette. A Mészőjjel a mai napig is nagyon jó viszonyban vagyok. És egyáltalában azokkal az emberekkel, akik a futballért tettek valamit. Tudod? Mert ez egy csodálatos, nagyon érdekes dolog, amit most fogok mondani, és nem kell komolyan venni. Újabban néha így nézem az amerikai futballt. És vigyázni kell, mert egyre többen nézik így. Benne van a jövő. És nézem a... Még nem is... Most már ismerem a szabályokat, azért talán érdekes, de a nézőket nézem, 14-18 éves lányok örjöngenek. És minden meccsen 80-90 ezer ember. Hát lehet, hogy ez lesz a jövő nálunk is. Nem hiszem. Nem hiszem. Na mindegy, ennek a kérdését majd a jövőre vitatjuk meg. Tudod, sokára lesz jövő. Tudod, mi legyen a jövő? Na. Hogy én megyek a körúton, és te kiugrasz egy kapu alól egy labdával, és azt mondod, Jani, a franc egyen meg, mi nem rugod vissza?
erre iszunk. Egészségedre. Boldog új esztendőt. Boldog új esztendőt. Vitamin lesz. Utolsó adás a 2014-ben. Jövőre találkozunk. Viszlát. Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm építészeti és épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta általános építőipari Kft., az Ibül tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív MNDA, a cég értékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovig Állaktív SRL. A műsor támogatója VLG kábelkereskedelmi Kft.